Az előző szezonban 8. helyen végző csapat kerete alaposan kicserélődött nyáron, sérülések, munkahelyi elfoglaltságok és családi okok miatt sokan távoztak. A vezetők első feladata az volt, hogy létszámban és minőségben is megfelelő keretet alakítsanak ki. Miután ez megtörtént, úgy kellett nekivágni a bajnokságnak, hogy valamennyi őszi meccsén idegenben lépett pályára az Újfehértó. Más volt azért ez a felkészülés, mert azért idegenben játszani megye egyben azért nem túl egyszerű. Még sokat jelent itt azért a hazai pálya előnye. Mi Tégláson tudtuk a felkészülésünket elvégezni, amit ezúton is köszönünk Téglásnak, hogy ezt biztosították, mert nagyon jó körülmények között tudtunk készülni az idényre, de azért tudtuk jó, hogy idegenben nem lesz egyszerű sok pontot gyűjteni. Pontokba határoztuk meg azt, amit el szeretnénk érni, semmiképpen nem helyezésben, mert azért ez be volt kalkulálva, hogy idegenben nem egyszerű. Megmondom őszintén, hogy egy kicsit túl is lőttük a célt, mert egy ilyen 25-28 pontot szerettünk volna szerezni a szezon elején, és ez sikerült ugye megfejelni, mert 34 ponttal zártunk, ami nyilván semmiképpen sem negatív. Az Újfehértó végül 10 győzelem mellett 4 döntetlent játszott, és egyszer szenvedett vereséget, úgy, hogy a 15 meccsen mindössze 6 gólt kapott az éllovas. Nagyon előtérbe helyeztük a nyáron is, hogy a védekezést ugye minél hamarabb rendbe tudjuk tenni. Az edzőmeccseket is teljesen ennek rendeltük alá, hogy a védelmünk az nagyon masszív legyen, mert ez nagyon fontos volt, hogy ezeken az idegenbeli meccseken minél kevesebb gólt kapjunk. Ebből indultunk egy nagyon stabil védekezésből, ez sikeresen össze is állt. Nagyon odafigyeltünk arra, hogy megfelelő legyen a csapat összetartásoknak a száma, hogy minél jobban összekovácsolódjanak a fiúk először is pályán kívül, és ugye ennek köszönhető ez a kevés gól. A megyei első osztályú tabella eleje meglehetősen sűrű. A 34 pontos Újfehértót a 33 pontos Kálusemjén és az egyaránt 32 pontos Kemecse és Máté Szalka követi, megelőzze a 30 pontos Spari 2-t. Én azt gondolom, hogy jó színvonalú a megye első osztály. Azért az mindenképp látszódik, hogy 5 csapat is ott vagyunk egymástól 4 pont, tehát az 5. Spari 2 is köztünk, ugye 4 pont a távolság. Nagyon jó meccseket tudtunk játszani, azt gondolom, hogy helyenként színvonalas és tényleg jó iramú meccseket is láthattak a kilátogató nézők, úgyhogy én elégedett vagyok a színvonalra. A felkészülést január első hetében kezdi az Újfehértó azokkal a játékosokkal, akikkel az őszt befejezte. A tavasz első részében albérletben játszik majd a csapat, aztán pedig a jelenleg még épülő Újfehértói stadionban már tényleg hazai pályán fogadhatja ellenfeleit Piskóti Zsolt együttese.